Mamókám, tiéd a pálya. Vigyál egy kis vizet, ne izgulj. Mondd el nyugodtan. Köszönöm a megszólalási lehetőséget, bár álltam már ezen a helyen 2018-ban a közgyűlés előtt, és köszönöm, hogy emlékszik rá, képviselő úr. Azért bemutatkozom megelőzve azt, hogy Cseri képviselő úr az a nőnek, vagy a rosszabb egy öreg asszonynak nevezzen. Szabó Margit vagyok, Hódmezővásárhelyi lakos. Kértem már felszólalási jegyet, és most megint úgy érzem, hogy önök most sem teszik a dolgukat. Ez az itt töltött közel 2 óra hossza, ezt nekem mélységesen bebizonyította, úgyhogy jogosan állok itt. Mindannyian tudják, hogy nemrégen olyan felháborító fenyegetés érte a városunkat, amire egy közgyűlésnek, egy képviselőtestületnek mindenképpen reagálnia, egységesen fellépnie, egységesen állást foglalnia kellett volna. Lázár János a következőket mondta, lehet, hogy hallották, de felidézem. Amennyiben a vásárhelyiek újra Márki-Zay Pétert választják polgármesternek, ez persze szívük joga, tette hozzá. Megértően a kormánytól semmiféle támogatást nem számíthatnak. Elhiszem, hogy önök között ülnek olyanok, akiknek talán elegendő volt az a demonstráció, amit a felháborodott, jóérzésű városlakókkal szerveztünk, valamint szép számmal ülhetnek itt olyanok, akik elégedetten, kárörvendően, vagy legbelül sunyin mosolyogva nyugtázzák, hogy nevesíteni, hibáztatni újra azt az embert fogja a hatalom, akit ők is folyamatosan a gazda vagy a gyűlölet, a hatalom vagy nem is tudom micsoda parancsára támadnak. Márki-Zay Pétert, a város megválasztott polgármesterét. Azt azonban senki sem mérlegelte önök között, hogy talán nem csak Márki-Zay Pétert büntetik. Tényleg nekem kell felhívni a figyelmet arra, hogy minden egyes vásárhelyi embert megbüntetnek. Mindenkit, kivétel nélkül, egyikünk sem kivétel. A hatalom szemében bűnösek vagyunk, szinte egy bűnös város. Büntetik a Márki-Zay Péterre szavazókat azért, mert rászavaztak. Tudjuk, ezzel üzennek az országban minden ellenzéki városnak és minden ellenzéki szavazónak, hogy mihez tartsák magukat. Büntetik a Fideszre szavazókat is, azért az eredménytelen hazugságokért, szófosásért, trollkodásért, amivel már több mint 5 éve képtelenek leváltani Márki-Zay Pétert. Pedig a főnök már 2018-ban és azóta is többször megüzente, hogy Hódmezővásárhelyt vissza kell foglalni. Ismerjük Lázár Jánost. Sokan saját bőrükön tapasztalták meg, és mostani ténykedéséből is kiderül, mit tesz azokkal, akik nem rögtön hajtják végre a parancsait. Hát most ők is bűnhődjenek. Természetesen büntetik azokat is, akik senkire sem szavaztak, akik otthon voltak, otthon ültek. Megjegyzem, ismerős a padsor, üres, mint mikor Krupicer Ferenccel egyszer bejelentettük, hogy hozzászólunk, a fideszes képviselők azonnal kivonultak. Most mégis, önöknek itt a testületben kötelességük a város és a város minden lakójának az érdekeit egyetlen képviselni, tekintet nélkül arra, hogy hova szavaztak, kire szavazott, vagy kire nem szavazott. Én egyszerű emberként, ami tőlem telt, már megtettem, feljelentettem Lázár Jánost. Önökön a sor. Nem tudom mit, nem tudom hogyan, de biztos vagyok benne, hogy önöknek dolga van most. Az én olvasatomban, mikor Lázár János azt gondolta, hogy megzsarolta a város minden lakóját, nyugodtan hátradőlhet, és ezt még később is megteheti, nem csinált mást, mint felszabadította Hódmezővásárhelyt. Szerintem igen hatalmas szabadságot adott a kezünkbe, csak tudjunk vele élni.
Talán ő sem tudja, de ezzel akaratlanul felhívást tett közzé. Vásárhelyiek, ne fizessetek tovább egy fillért se a költségvetésbe. Mert minden forintotokat, amit befizettek, más fideszes városok támogatására és felemelésére fogunk fordítani. Ezt a kijelentést én csak így tudom értelmezni, szerintem így is lehet. Ha nem kapunk semmit, akkor mi se adjunk semmit. Ha Budapest ezt megmerte tenni, akkor Hódmezővásárhely, ez a bátor város, miért nem meri azt mondani, nem fizetünk adót, ha nem kapunk érte semmit. Ha ez a testület, ez a képviselőtestület nem tesz semmit ez ügyben, akkor beletörődik abba, hogy úgyis a zsarolás győz. Ezért arra szólítom fel önöket, tegyenek meg mindent azért, hogy ez a kormány ne tudja maga alá gyűrni városunkat, és ne legyen igaz az a mondás, hogy a hatalom, mint egy beteg tájogot, kivágja a saját országából Hódmezővásárhelyt, szeretett városunkat. Köszönöm. Köszönjük szépen.